Egy folyamatban lévő projekt kapcsán a humán szolgáltatások fejlesztése a Kalocsai térségben című pályázat keretében nyílt lehetősége az önkormányzatnak egy különleges támogatás meghirdetésére a kalocsai kisgyermekes családok részére. Itt az önkormányzat az elnyert támogatásból mindösszesen egy 1 millió 800 ezer forintot különített el a pályázatban a települési lakhatási támogatás finanszírozására. Itt a projektben közben a tényszámok láttán több megtakarítás is volt, és ez az összeg mindegy 8 millió 300 ezer forint megtakarítással megnövelhető, és így egy 10 millió 100 ezer forintos átcsoportosítással ez az összeg megnövekedhet, amennyiben a képviselőtestület erre döntést hoz. A pályázat szakmai vezetése a megtakarított összegre azt a javaslatot tette, hogy a kalocsai kisgyermekes családokat támogassák belőle. Akiknek 2018. január 2-a és 2019. december 31 között született gyermeke, tehát 2018 és 19-es évben, ők pályázhassanak erre a támogatásra. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezeket a családokat a városunkban támogassuk. Nyilván ez egy szerény támogatási összeg lesz, de ahogy az időseket és a 65 év felettieket is támogatja az önkormányzat, én azt gondolom, hogy a kisgyermekes családokat is mindenféleképpen támogatni kell. A pályázatok beadási határideje azonban nagyon rövid, március 25-éig lesz csak erre lehetőség. Nagyon-nagyon kevés az idő, és itt akik pályázatra jogosultak, ők, akik kalocsai lakhelyjel, tehát úgy a Kalocsán születtek, nyilván általános az a gyakorlat, hogy esetleg vidéki kórházban is születnek, de ahol az első lakhelyük kalocsai, azok a kisgyermekes szülők jogosultak a pályázat benyújtására. A testület egyhangú döntését követően megnyílt tehát a lehetőség a kalocsai kisgyermekes családok előtt a pályázat beadására. A teljes pályázati dokumentáció a város honlapján a www.kalocsa.hu oldalon elérhető.